Marad a szeszélyes időjárás, de egy kicsit szünetel a változékonyság. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Az izgalmas időben viszont nagyon jó képek érkeztek hozzánk. Egy például Csengeren is készült. Bot István Ferencnek nagyon szépen köszönjük a távoli villámot. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket pedig önök is küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. A változékonyságról pedig az elmúlt napokban egy hidegfront tehetett. Ez a front viszont nagyon gyorsan elhagyta a Kárpát-medencét. Most már mögötte egy anticiklon az időalakítónk, ez középpontjával tőlünk északnyugatra található, de a magas nyomásnak felhőoszlató hatása van, és ezt a hatást már mi is élvezhetjük. Az éjszaka is felhőtlen volt az idő, emiatt viszont nagyon csípős is, így a reggelünk is egy picit hidegebb az ilyenkor szokásosnál. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, és szerencsére sok napsütésre is számíthatunk. A napsütés hatására kevés gomoly felhő kialakul, illetve keleten, északkeleten lehetnek felhősebb körzetek, de jelentős csapadékra sehol sem kell számítanunk. Az északnyugati szél azért nagy területen élénk lesz, az elmúlt napokhoz képest a hűvösebb léghullámokat ez a szél szállította hozzánk, így ma a csúcsértékek sehol sem érik el a 20 fokot, de 11 és 18 fok között mérhetjük a maximumokat, enyhébb időre a déli megyékben élők számíthatnak. A következő pár napban még azért az ilyenkor szokásosnál hűvösebb időre kell készülni, és visszatér a változékonyság is. Vasárnap már szép lassan elkezd megnövekedni a felhőzet, de vasárnap még csak az északkeleti tájakon lehet csekély csapadék. A következő héten viszont ahogy haladunk előre az időben, egyre inkább nő majd a záporok és a zivatarok száma. A hét közepén már Kárpát-medence szerte számíthatunk csapadékra, és heves zivatarok is kialakulhatnak, úgyhogy mennydörgésre, villámlásra is készülhetünk. Egészen a hét közepéig marad a kissé hűvösebb idő, addig az éjszakák során gyenge fagyokra is számíthatunk a hidegebb vagy zugosabb pontokon, illetve a csúcsértékek 20 fok alatt lesznek. A hét második felében viszont 20 fok fölé kúszik a hőmérséklet, illetve enyhülnek az éjszakák is. Egyébként ma Szent György napja van, aki a legenda szerint megölt egy sárkányt. Magyarországon meg annyi helység viseli a nevét, és rengeteg hiedelem is kapcsolódik a naphoz, mindemellett még számos templom védőszentje is. Ami viszont talán a leghangsúlyosabb, hogy ettől a naptól kezdve a néphagyomány már az igazi tavaszra számít, úgyhogy reméljük, hogy hozzánk is megérkezik. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, és legyen nagyon szép a napjuk!